Itt vagyunk Komáromban a New Level Empire-rel, és a fesztivál fellépésük után megkérdezzük őket, hogy hogyan tetszett ez a mostani fellépésetek nektek így a színpadról. Ez egy nyilvános próba volt, matinné koncertet toltunk itt este 7 órakor. Nagyon jó volt a koncert egyébként, de akit volt, az nyilván élveztem, mi is élveztük, ezt látszik is rajtunk, mert le vagyunk teljesen amortizálva, meg tök meleg van. Hát az igazság, mondtuk a szervezőknek, hogy ez szombaton lett volna este 10-kor, akkor rottyon van a ház. Hát nyilván ugye így munkanapon ilyenkor elkezdeni azért bűn volt, de azért megcselekedtük, amit a haza megkövetelt. A műsorvezetés után mennyire más pálya így nektek illetve neked egy zenekart vezetni? Hát a Nyuszinak is, belőle is ugye eleve televíziós, úgyhogy mind a ketten mondhatjuk azt, hogy nagyon jó, bár mind a ketten előbb voltunk zenészek, mint tévések, úgyhogy innentől kezdve ez a kérdés már így nem annyira él, de egyébként nagyon jó mind a kettőt csinálni, de mind a kettőnk valahol, mind a ketten vérbeli muzsikusok vagyunk valahol, nagyon mélyen elrejtve, de a lényeg az, hogy mind a kettő megfelel egymás mellett, én mindig zenész akartam menni, szerintem a Nyuszi is. Talán lassan összejön. De nem sikerült még! Igazából azért lehet ez nekünk most jó, mert van egy olyan támaszunk, mint a Péter, aki viszont egy nagyon komoly, nagy tudású zenész, és azok a pici hiányosságok, amik bennünk vannak, azok az ő géniusza, ami ezeket mind gyakorlatilag kitölti igen. Tudással. Ezt megírtam előre, és azt tanulja egy hete, de már jól megy. Neki egy-két szót kihagyott, azok ilyen idegen szavak voltak, azokat még nem érti. Azt kicsit hangosabban azt mondta, csodálatos ember a Peti. És ha valaki azt írja, hogy a Péter koszos, csak meg nem szalonácsütött, hanem hogy itt a fülhallgató rá van izadva. Ja, igen. Erre szeretnék egy kerettörténetet mondani, tehát ő egy nagyon-nagyon híres hangszergyártó cégnek a endózere, úgy mondják ezt külföldül, igen. És ehhez képest vett valami kínai piacon egy fülhallgatót, amiről hullik a festék. Úgyhogy majd üzenjük annak a cégnek, hogy szegény Petinek adjanak már egy igazi fülhallgatót. Nem, hát karácsonyra veszünk neki egy új fülhallgatót. Hát de lesz csapatkarácsony. Csapatépítő karácsony. Mennyi pluszot adok nektek az, hogy a dalba szerepeltetek ott, végül is egy egész ország megismert titeket. Ezt mennyire tudjátok kihasználni? Azt szoktam mondani, hogy 3 év előnyt adott nekünk, tehát gyakorlatilag 3 évet átugrottunk, olyan, mintha valami társasjátékon beleléptünk vele egy olyan mezőbe, hogy dal, és az rögtön előre ugrasztott valamunk a 12-4 lappal. Szerintem kevesen mondhatják el magukról, hogy ennyi dal az felépül egy ilyen projekt. És a derekam is a múltkor még nagyon fáj, mert sokkal jobban van. Gyorsan felépült az is. Igen, mondjad. Akarsz beszélni róla? Derekadról? Nem, még nincsen. Mennyiben segített viszont még pluszban az, hogy azért ismertek vagytok? Már így magában, mint műsorvezetők. Hát a Peti erről nem tud beszélni, mert ő nem volt az. Nagyon sok produkcióban dolgoztam én is, csak én általában a háttérben, mert így dalokat írok. Meg mindig megfordultál. Így van, meg én inkább a stúdióban dolgozom, mint sem a színpadon, de így nyilván régi álmom volt, hogy billentyűsként állsak a színpadra. Ez egy-két zenekarban... Mondjátok helyettem! Nem, én most csak akartam egy komoly dolgot mondani. Igazából ez néha elő, néha hátrány. Ennek van egyébként hátránya is, mert az embert valahogy determinálják egy dologgal, amit csinálták korábban, meg ahogy az emberek megismertek, és ami menőben más kezdett csinálni, akkor az emberek azt hiszik, hogy te az nem értesz, és akkor így most akkor ők tévések, az rádiós, ő DJ, most akkor ő dobol is, meg ő zenész is, de hát ő a múltkor még a műsort vezetett. Igen. Szóval, hogy ez egy ilyen fura, faramúci helyzet, de alapvetően nagyon sokszor meg pozitívan jövünk ebből az egészből. Minden egyes alkalommal, amikor egy riportot adunk, használja ezt a szót, hogy determinálni. De még most se tudtam elmagyarázni neki, hogy ez valójában mit jelent, most is rosszul használta. Még egy dolog a Petivel kapcsolatban, tehát dupla hasonlattal szeretnék kérni. A Peti ugye stúdiózenészből került a színpadra, az olyan, amikor egy rendszergazda bekerül mondjuk egy nagy céghez, emberek közé. Ezt ahhoz tudnám venni, hogy mondjuk egy temető bogár egyszer csak a katicák között forgolódik, míg a tanulja az egész. Hozzátenném, hogy én a rádiózás mellett, ugye én a tévének csináltam ilyen szignálokat, meg spotokat. Köszönöm, hogy szóhoz jutok ismét, mert ugye mindig beszélnek, csak ennyit akartam mégis elmondani, hogy igazából meg az underground műfajban mozgok, és ezáltal csak igazából onnan vagyok ismert, igazából a Petőfi DJ-ből még. És mik a nyári tervek? Hol fogtok még fellépni? Hát megyünk még a Szegedre a színfesztiválra, megyünk Völgyválaszra, leszünk Győrben, leszünk szeptemberben Miskolcon, Sörfesztiválon. Holnap az E-Foton játszunk.
19-én, júliusban, és rengeteg városi rendezvényünk van még, úgyhogy szeptember közepéig nagyjából itt tele van a nyarunk. Lagzikkal. Jó, és kérdezted el, tök jó hír, elmondjuk itt a Komárom miattnak, mert a Győri Egyetemből van itt valami szervező, és most látta és hallta a koncertünket, és mondta, hogy akkor az őszi golyabára megyünk. Tök jó. Akkor sok sikert a győri fellépéshez, és az összes többi az, ami nyáron lesz. Nagyon köszönjük. És akkor köszönjük szépen, hogy válaszoltatok a kérdéseinkre. Mi köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük, sziasztok. Hello. Sziasztok. Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire zenekarból, és arra kérek mindenkit, hogy kövesse a HK médiát, de ne így! Éjszaka nagy kabáttal, az ijesztő, hanem csak így simán, vizuálisan. Kösz.